Nem kell megijedni, nem egy fogyókúrás reklámot forgatunk. Sokan, sokféle helyről, sokféle produkcióval, vagy ha úgy tetszik, talentummal indultak a nagyvilágba. És hányszor hallottuk, hogy ők bizony megcsinálták. Igen, kitaláltátok, ők a sztárként elhíresült, ismert, közkedvelt emberek. A dobbantás a világot jelentő deszkának szólt, a mai Partizón pedig csak nektek. Szóval, legyen mindig péntek! Korunk új betegségét fedezte fel egy pszichológiai kutatócsoport. Hosszas terepmunka után nyilvánosságra hozták tapasztalataikat. A britek harmada kóros mértékben rajong kedvenc sztárjáért. A rajongás alapvetően normális dolog. 12-13 éves korban a lelki fejlődés fontos állomására érkeznek a serdülők. Ekkor a meglevő, megtanult és látott értékrend ellen lázadnak. Fontos fázisa ez a személyiségfejlődésnek. Ekkor a kamaszok olyan embereket keresnek példaképül, akik egyrészt a szüleiktől különböznek, másrészt olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekre ők is vágynak. Az én véleményem az, hogy ez nem betegség, mivel én is voltam már rajongó, de nem nevezném magam betegnek. Inkább csak olyan érzés volt, hogy szeretik valakit vagy valamit, de mértékkel. Természetesen nem csak sorozatokért lehet rajongani. Ott vannak még a sztárok, akik elcsavarják a tinik fejét. Normális, hogy a szimpatikus színészek vonzák a kamaszok figyelmét, főleg ha jól néznek ki és egy romantikus, csöpögős filmben játszanak. De azért ezt sem kell túlzásba vinni, hisz könnyen csalódás érhet bennünket, mert nagy valószínűséggel soha nem találkozunk velük. Ez viszont nem vonatkozik az énekesekre, bandákra, mivel egy koncert erejéig élőben is megpillanthatjuk őket, sőt, még bulizhatunk is velük, ahogy ezek a rajongók is tették. De vajon milyen is a beteg és rajongás? A pszichológus szerint azok tudnak túlzottan azonosulni a sztárokkal, akiknek gyerekkorukból hiányzott valaki, akire példaképként nézhettek volna fel. Íme néhány elrettentő példa. Beteg és rajongás vagy példaképkeresés áll annak a hátterében, hogy Michael Jackson, Elvis Presley, Jim Morrison vagy Zambó Jimmy halála öngyilkossági hullámokat indított el. A Marilyn Monroe halála utáni évben 1963-ban 12%-kal nőtt az Egyesült Államokban az öngyilkossági halálok száma. Elvis Presley haláláról egy film is készült, és a rendezője Adam Muskiewicz 3 millió dollárt ajánlott fel annak, aki megtalálja az élő királyt. Elképzelése szerint Elvis Jazz néven él tovább, amit azzal is alátámaszt, hogy Elvis holttestét nem lehetett felismerni. John Lennont, a Beatles együttes frontemberét egyik legfanatikusabb rajongója, Mark David Chapman gyilkolta meg 1980. decemberében, az ének és New Yorki lakása előtt. A férfi Lennon iránt érzett imádatától hasonult meg, és úgy érezte, ő maga lett az igazi Lennon, és csak úgy élhet tovább, ha másikkal végez. Jim Morrison 27 évesen halt meg Párizsban. Az ő rajongói között is vannak olyanok, akik hisznek benne, hogy még mindig él. Ray Manzarek, az együttes egykori billentyűse könnyében homályos utalást tesz arra, hogy Morrison a mai napig a Seychelle-szigeteken élvezi az életet. Kurt Cobain, a Nirvana frontembere szintén 27 éves volt, amikor meghalt. Öngyilkosságának híre szinte sokkolta a rajongóit. Több könyv is született róla, amelyek előszeretettel boncolgatják, hogy a férfi halála mögött felesége Courtney Love áll. Az ezekhez hasonló találgatások is csak alátámasztják, hogy vannak betegesen rajongó emberek, akik a valóság helyett képzeletvilágban élnek. Ezért kihangsúlyoznám, hogy nem szabad átesni a ló túloldalára. Vannak személyek, akiket nap mint nap láthatunk a tévében, olvashatunk róluk az újságokban. Úgy gondoljuk, ha elsétálnának mellettünk az utcán, egész biztosan felismernénk őket. De vajon ez tényleg így van? Felismeritek a képen látható személyeket? Persze. Igen. És el tudnád mondani, hogy kik ők? Hát ez Rúzsa Mag, Justin Bieber, Oroszlán Szonya. Nekem nem tudom a nevét. Oroszlán Szonya. Nem tudom. Na, bocs, nem is így. Várj egy picit. Így könnyebb? Ja, hát ez a... Hogy hívják? Nagy Peró. Nagy Peró. Lady Gaga, Rúzsa Mag, Justin Bieber. Igen, könnyebb. Köszi, felismered a képen látható személyeket? Igen. És meg tudnád mondani, hogy kik ő? Ő Nagy Feró, Rúzsa Magdi, a többit nem ismerem. Így könnyebb? Igen, ő Lady Gaga, de őt még mindig nem ismerem. Biztos vagy benne? Fiatal, külföldi? Nem. Felismered a képen látható személyeket? Hát
Hármat igazából. Felsorolnád? Ő nagy Feró. Nem tudom pontosan a nevét, de láttam már a tévében egy párszor. És ő Ruzsa Magdi, ő pedig nagyon ismerős. Lady Gaga esetleg? Így könnyebb? Hát egy kicsivel könnyebb. De őt még mindig nem ismerem. Külföldi fiatal, nemrég vált híressé. Biztos nem tudod? Nem rémlik, abszolút. Mármint, hogy úgy láttam a tévében, de úgy pontosat nem tudok mondani, hogy ki. Foglalkozás? Hát szerintem valami médiával kapcsolatos szerintem. De pontosan nem tudom. Színész, énekes? Nem. Fogalmam sincs. Tényleg nem tudom. Felismered a képen látható személyeket? Nem. Egyiket sem? Nem. Tényleg. Így esetleg valamelyiket? Hát igen. És elmondanád? Jaj, Lady Gaga. Jaj, de ne. Ne engemet kérlek szépen. Justin Bieber, ezt nem tudom. Jaj, nem tudom. Mitek a képen látható személyeket? Sziasztok! Hát igen, ő Nagy Feró. Ő Justin Bieber. Ruzsa Magdi. Ez meg... Így esetleg könnyebben megy? Igen, sokkal könnyebben. Igen. Igen. Őre még mindig nem jöttem rá, de nem tudom. Ez Gaga. Gaga, Lady Gaga. Hát igen. Azt is mondhatnánk, hogy Vajdaság bölcsője a nagy neveknek, azoknak az arcoknak, amelyek nem itthon lettek ismertek, nem itthon alkottak nagyot. Ennek ellenére gyakran szoktuk büszkén hangoztatni, hogy vajdasági az illető. Összeállítottunk egy listát a legismertebb vajdaságból elüldözött vagy önkéntesen eltávozott hírességekből. Első helyen a Megasztár 3 győztese Ruzsa Magdi. Ruzsa Magdolna 1985. november 28-án született Verbászon. Az általános iskolát falujában Kishegyesen fejezte be, majd a szabadkai egészségügyi középiskolában szülészeti nővérnek tanult. Noha Magdi gyermekkorától kezdve énekesnek készült és számos zenei kímit tudott nyert, az igazi sikert a Megasztár 3 hozta el neki. Így lett ő a 2006-os évhangja. Első stúdiólemeze Ördögi Angyal címmel jelent meg. Erről a lemezről származik az Aprócska Blues című szám is, amelyel a 2007-es Eurovíziós Dalfesztiválon Magyarországot képviselte. Magdi nem felejt, erről tanúskodik a 2010-ben megjelent a Gabriel című dala is, amely eredetileg egy horvát dal, és a magyar változatban is délszláv hangzásvilággal rendelkezik. Elremeg a föld, amikor megszólal. Talán kicsit hangosabb, kicsit provokatívabb, de mi ezzel együtt és nem ezért szeretjük dr. Csernus Imrét. Csernus Doki 1966. március 2-án született Verbászon. Az általános és a középiskolát is Szerbiában végezte el, majd 18 éves korában Budapesten kezdte meg egyetemi tanulmányait. Kezdetben pap, majd nőgyógyász szeretett volna lenni, de legnagyobb vágyálmát ő maga is megvalósultnak tekinti, orvos lett belőle. A délszláv háború okán nem tért vissza Vajdaságba, noha igazából ezt szerette volna. Mára az ország Magyarország pszichiátereként működik a Vajdaságból elszármazott Csernus Doki. A sportok kedvelői most felkapják a fejüket, hiszen Lékó Péter sakkozó, nemzetközi nagymester neve bizonyosan ismert előttük. Lékó Péter 1979. szeptember 8-án született Szabadkán. 1994-ben 14 évesen lett minden idők legfiatalabb nemzetközi nagymestere. 2003. áprilisában érte el eddigi legjobb helyezését, amikor is a világranglista negyedik helyén állt. Tavaly szeptemberben 8 év után kikerült a világranglista top 10-eséből a magyar sakk nagymester. A sort egy hölgyel zárnám. Dear Henrietta 1986. április 17-én született Csantavéren. Henny 2003-ban jelentkezett a magyarországi Megasztár első szériájába, amelyben a 9. helyre volt elegendő az akkori énektudása. 2006-tól a Sugarloaf nevű együttes énekese. 2009-től egy a zenekar életét bemutató dokumentumfilmben próbálhatta ki színészi vénáját, a forgatások pedig közel egy évig tartottak. Ezt a filmet várhatóan még idén bemutatják.
Természetesen négyükön túl számos ismert embert könyvelhetünk el a miénknek, így például a szintén megasztáros Bencsik Tamarát, a Barátok közből ismert Varga Izabellát, a Terepről is Szagmajszter Gábort, vagy hogy művésszel zárjam a sort, Lajkó Félixet. Az egyik legkedveltebb téli sport a fiatalok körében a jégkorcsolya. A téli szünetben a sportoláson kívül más módon is szórakozhatunk. Szerettük volna megtudni, hogy a szabadkai fiatalok mivel töltik a szabadidejüket, de ez nehezebben ment, mint gondoltuk. Amikor már minden veszni látszott, vesztegetéssel próbálkoztunk, forró csakival, de ez sem válta. Vagy mégis? Mit lehet csinálni a téli szünetben? Szerintem sok mindent, mondjuk olyasmit is, ami a téli sportokkal kapcsolatos. Én például korcsolyázok. Sokat jársz korcsolyázni? Hát most, hogy van korcsolyám, igen. És mi az érdekes a korcsolyázásban? Hát amikor megtanul az ember korcsolyázni, akkor jó, mert úgy siklik a jégen, és szerintem a felemelő érzés. Milyen szórakozási lehetőségek vannak még Szabadkán szerinted? Van a korcsolyázás, akkor azt hiszem van pár szórakozó hely, akkor mondjuk vannak cukrászdák, kávézók, bárak. Milyen sűrű jártok korizni? Jó, hát úgy naponta kétszer-háromszor elmegyünk. Tóra vagy ide, ugye az állam. Sokszor jártok. És máshova is szoktatok menni a téli szünetbe? Hát hétvégén bulizni, max annyit, de pihenünk, kipihenjük a sulit. És a kedvenc időtöltésetek? Hát korizás. Ja, korizás. Igen. Tudtok korizni, vagy csak úgy hobbi szinten? Hát úgy közepesen, hogy 2-3 éve kezdtünk, mondjuk úgy jobban megy, annyira nem tudunk, de megy. És ilyen csoportos játékokban benne szoktatok lenni? Általában igen. Szoktál csinálni a téli szünetben? Hát általában így, mikor esik a hó, akkor szoktam menni szánkózni, hógolyózni szoktam, meg így a barátokkal össze szoktunk jönni, elmegyünk a városba, meg így. Sokat jársz korizni? Hát ebben az évben először sikerült eljönnöm, mert ugye edzésekre is járok, és ez véget sokszor elfoglalt vagyok, és akkor ide még szeretnék eljönni ebben az évben. Miért szeretsz korizni? Hát ilyen élvezetes, meg olyan csúszkálni, ilyen jó, érdekes. Sok szórakozás lehetőség van Szabadkán, szerinted? Hát szerintem van elég sok, így sporttéren is, meg így az a korcsolyázás, meg ilyenek. Sokat jártok korizni? Szoktunk, úgy hátente kétszer-háromszor eljövünk. Inkább a korizás miatt, vagy a társaság, ami ide volt titeket? Hát társaság, mi mit tudom, érdekesebb úgy itt lenni, mint egyedül vagy kettesben. Nem unalmas a téli szünet? Nem. Nagyon sokat, hátente kétszer-háromszor. Legalább. A társaság miatt jöttök, vagy inkább csak a korizás miatt? Hát legfőképpen a társaság miatt. Korizni nem nagyon szeretek. Tanulsz a téli szünetben? Korizni... nem tudom, akármit, csak nem tanulni. Unalmas a téli szünet? Nem annyira, néha kicsit unalmas, de általában jó. Korizáson kívül hova lehet még eljárni szórakozni? Hát... azt nem tudom. Akár, nem tudom, tényleg. Ilyen kevés hely van szerinted? Nem, van jó pár, de nem tudom. Nem tudok így mondani egyet se. Szerinted hova lehet még eljárni szórakozni? Hát inkább társasággal, például petárdázni vagy valahova. Vagy valami, például boss, a ilyen kávézókban is lehet társaság, hogyha van. Miért jártok korizni? Hát legfőbb a társaság miatt, meg mert szeretünk korizni. Nem fáztok?
Hát eléggé, de megéri. Most vagyok itt először. És hogy tetszik? Hát elég jól. Végül is jól. És milyen más programokat tudnál ajánlani esetleg a többieknek a téli szünet folyamán? Én személy szerint sokat járok színházba, olvasok és a barátaimmal töltöm az időt. Hát elég sokat mászkálok ki a barátokkal, meg stb. Meg ugye az emberekkel többnyire. Meg kocsajázunk például, meg bejövünk valahova inni, meg valamit, meg sokat olvasok. És milyen sűrű ez korizni? Hát mondjuk le nekem ez az első alkalom, de mivel hogy én félek a korizástól, ezért szerintem még ez is soknak mondható. Szóval most gyakorolsz rá? Hát ha gyakorolni nem is, de igen, szóval gyakorlom, hogy a jégen legyek. És milyen programokat tudsz még ajánlani a többieknek a téli szünetre? Hát... élvezik az életet. Csak ennyit tudok mondani, hát mindenkinek szíve joga választani, hogy mit akar, nem? Ahogy barátnőnk Timi mondta, élvezzétek az életet, mert a város tele van lehetőségekkel, csak tudni kell őket kihasználni. Tudományos felfedezések, friss kutatások és ezek részletei. Nem húzom tovább az időt, látjunk bele a mai buborékba. Mosó és szárítógépéből kiszedett szöszökből alkotta meg Leonardo da Vinci utolsó vacsoráját egy mosásmániás michigani háziasszony. Laura Bell háztartási gépeinek ehhez több mint egy hónapig kellett járniuk, a 4 méter széles és 1 méter magas képpel pedig egy jó hétig szöszölt, mire kirakta. Laura céltudatosan vásárolta a mosnivalót világhírű képéhez, melynek eredetije Milánóban látható. Rengeteg különböző színű törölközőt vettem, mert azokból jön ki a legtöbb szösz, és persze ezek teszik tönkre legjobban a háztartási gépeket is, mondta az asszony. Külön mostam őket, hogy a kímált színeket elérhessem, folytatta, de azt nem árult el, mekkora villanyszámlát fizetett. Még csak 2 hete nyílt meg Kínában a Modern Toilet nevű étterem, de már mindenkinek vécére kell menni. Nem az étel romlottsága miatt, hanem rengetegen kíváncsiak, hogyan is néz ki belülről, és mit lehet enni az illemhelyszerűre kialakított vendéglátóipari egységben. A falakat csempe borítja, székhelyet pedig WC-n növelhetik végig a vendégek az ételeket. Az étlapon tengeri kagyló helyett persze WC-kagyló saláta szerepel. A WC-n ülve lapozgattam egy japán képregényt, ekkor merült fel bennem az ötlet. Ezután már csak azt kellett felmérni, érdekli az embereket, mesélte a tulajdonos. Mint kiderült, sokan kíváncsiak voltak, milyen az indulási és az érkezési oldal kombinációjából születő étterem. Napi egy korsó sör jótékony hatása az egészségre, csökkenti a magas vérnyomás és a cukorbetegség kockázatát is. A Barcelonai Egyetem kutatói összesen 1249, 57 év feletti nő és férfi körében vizsgálták a napi sörfogyasztás hatását. Azt tapasztalták, hogy mediterrán diétával, sok zöldség, gyümölcs, hal kiegészítve a sör nem hízdal, de bizonyos esetekben még fogyaszt is. Cáfolva ezzel a népszerű mítoszt. A kutatók szerint a napi egy korsó sörnek a mérsékelt borfogyasztással betegedő hatásai vannak. A sör tartalmaz folsavat, vitaminokat, vasat és kálciumot is. Ezek együttesen jótékony hatást gyakorolnak az érrendszerre. A rendszeres mértékletes sörfogyasztók kisebb arányban szenvedtek cukorbetegségtől és magas vérnyomástól, mint a sört nem fogyasztók, valamint alacsonyabb volt a testzsír arányok is. A spanyol kutatók nőknek naponta 2, férfiaknak pedig 3 kisebb pohár sörfogyasztását javasolják. Idősebb korban, amit az érzik felvett tompulnak, nem meglepő, ha valakinek olvasó szemüvegre vagy hallókészülékre van szüksége. De egy új tanulmány szerint a szaglás elvesztése is azt jelentheti, hogy eljárt felettünk az idő. A Chicagói Egyetem orvosi központjának kutatói szerint minél többféle szagot tud egy idős ember megkülönböztetni, annál valószínűbb, hogy még jó pár évig élhet. A kutatók egy 12 szagmintából álló tesztet végeztek el 1000 önkéntesen. A résztvevők életkora 53 és 100 év között volt. A kutatás vezetője elmondta, hogy az illatminták ismerősek voltak. Volt közöttük füst, citrom, fekete bors, csokoládé és fahéj. A felmérés után az önkénteseket 4 évig figyelték meg. Ez idő alatt a résztvevők 27,6%-a, azaz 321 vizsgált alany meghalt. Meglepő módon 36%-kal nagyobb eséllyel haltak meg azok,
akik a 12 illatmintából mindössze 6-ot ismertek fel, mint azok, akik akár 11-et tudtak azonosítani. A megállapítás még akkor is helytálló volt, ha figyelembe vették a résztvevőknél az életkort, a rokkantságot, depressziót és az életmódot. Művészettörténeti előadások a Magyar Kanizsai Dobótihamér képtárban, Szecesszió a Vajdaságban címmel építészeti előadása Szabadkai Városi Múzeumban. Lássuk, milyen programok várnak még rátok az elkövetkező két hétben. Az Egymással című darabot játsszák a Szabadkai Soltis Lajos stúdióban január 25-én kedden este 19:30. Ugyanitt, ugyanebben az időben, egy nappal később, vagyis január 26-án szerdán pedig a Veszedelmes Viszonyok című darabot tekinthetitek meg. Ha további művelődésre vágytok, látogassatok el a Szabadkai Jadrán színpadhoz, ahol január 29-én szombaton a Safe House, január 31-én hétfőn pedig a Géza Gyerek című darabot játsszák este 19:30. Szecesszió a Vajdaságban, vagyis nyilvános vezetéssel a reprezentatív épületek között címmel tartanak előadást a Szabadkai Városi Múzeumban január 25-én kedden este 6 órától. Szintén kedden este 6-tól a Magyar Kanizsai Dobótihamér képtárban pedig Jelek és jelképek címmel tartanak művészettörténeti előadásokat. Ha még nem vettetek részt hasonlón, ezúttal ne hagyjátok ki. Tartalmas időtöltést és jó szórakozást kívánok! Az NSYNC-ből ismert JC Chase nyilatkozta egyszer, nehéz engem nem szeretni. Ha ti is így vélekedtek a Partizonról, nézzetek minket két hét múlva is. Sziasztok!